A katasztrófavédelem egy kampányt indított, ami a Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven elnevezést kapta. Ezzel próbálnak rámutatni a hulladékégetés veszélyeire és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, illetve próbálják az emberek figyelmét felhívni a nem megfelelő tüzelőanyagok használatának veszélyeire. Sokan a fűtési szezon alkalmával a nem megengedett fűtőanyagokat használnak egy-egy begyűjtáskor. Az ezt megelőző években sajnos egyre gyakoribbá váltak a kéménytüzek, valamint az ebből adódó lakástüzek. A műanyag és a háztartási hulladék égetése a környezetre és egyaránt az emberi szervezetre, az egészségre is káros hatással van. Az avar és a kerti hulladékok égetését a települések önkormányzatai rendeletben szabályozzák. A háztartási hulladékkezelés összetett probléma, ezért a kampány során iskolai előadásokat is tartanak a gyerekeknek a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Minden fűtési szezon alkalmával számos olyan esethez hívják a tűzoltókat, ahol a nem megfelelő tüzelőanyag használatából kifolyólag keletkezik a tűzeset. Rengetegszer találkoznak olyannal a szakemberek, hogy a kályhában nem megfelelő éghető anyagot helyeznek bele és tüzelik el. Ilyenek például a ruhaneműk, a műanyag és a háztartási hulladékok. Ezek rengeteg kormot és kátrányt termelnek, ami gyorsan leszűkítik a kémény átmérőjét. Ez sajnos nagyon hamar kéménytűzhöz vezet, amiből akár lakástűz is kialakulhat. Alapvető szabályok betartásával ezek elkerülhetőek lennének. Ezek ismertetésére is szolgál a Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven kampány.